Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt, adj erőt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt. Ezt ha valaki meghallja ezt a számot, akkor tudja, hogy ez az Edda műveknek az egyik legismertebb száma, Álmodtam egy világot. És hát az egyik kommentelőnek a kérésére, hát ugye az előző videóban említettem, hogy az Edda művek lesz a következő együttesnek, aminek a történetét el fogom mesélni. Egészen a kezdetektől a mai napig, úgyhogy nem is szaporítaná talba szót, jó szórakozást kívánok hozzá! Hát természetesen minden 1972-be kezdődött, amikor két miskolci egyetemista, Halász József és Ferenczi Zoltán, az előbb említett 72-ben megkíséreltek létrehozni egy együttest, de erre csak 1973-ba került sor, amikor létrejött a Griff, az Edda elődje. A zenekarnak nem volt kifejezetten irányvonala, mindenféle zenét játszottak, amit csak a közönség hallani szeretett volna. Az egyetemi E/6-os kollégium próbatermébe kezdtek el játszani, majd nem sokára az egyetemi Boci bárban, ma Rockwell Club léptek fel. A kollégium pincéjét próbateremnek rendezték be, a felszerelés nagy részét az egyetemi KISZ szervezet kulturális bizottságából kapták. Népszerűségük hamar felfelé ívelt, bálokba, ötórai teákra, műsoros estekre hívták őket, és nem csak a városban, hanem szerte Borodabói Zemplén, most már Vármegyében. Nem voltak hosszú távú terveik, mindössze az volt a céljuk, hogy az ösztöndíj mellé némi plusz jövedelmet szerezzenek. A zenekar harmadik állandó tagja Béli Katalin lett, Ferenczi Zoltán akkori barátnője, aki cselló játszott, ezért lett ő a basszusgitáros. Néhány hónap elteltével úgy tűnt, hogy nem volt szerencsés a zenekar népválasztása. A három tag ekkor sorshúzással kíván dönteni, a Griff mellett a falat Trax néven gondolkodtak, de Ferenczi Zoltán talált egy könyvet édesapjának a könyvei közt, melynek címe alapján lettek végül Edda. Egy kizárójeles megjegyzés, hogy érdekesség, hogy Rizskó Géza Edda művek című könyvében a név eredetére egyébként magyarázatot is találhatóak. Beili Katalin azt mondta el itt, hogy Halász József apósának a könyvei közt volt, máshol pedig az szerepel, hogy Halász Józsefné Miklós Rózsa talált rá a nevezett könyvre egy antikváriumban. Hogy melyik az igaz, nem tudjuk. Szóval ezzel a névvel az új-zélandi germán irodalomnak két nagy fontosságú alkotását jelölik. Ezek mitológiai és hősi énekek, mondani dalok, de van köztük drámai, párbeszéd és tanítódarab is. A régebbi verses Edda dalok gyűjteménye, a másik az úgynevezett Ifjabb Edda, melyet Gábor Ignác fordított magyarra. A névválasztásból majdnem botrány lett, ugyanis a kulturális pártbizottságról leszóltak, hogy ezzel a névvel nem játszhatnak tovább, mivel Benito Mussolini lányát is így hívták. A vita úgy ért véget, hogy bemutatták az Edda dalok című könyvet, és sikeresen érveltek az új nevük mellett. A megalakulását követően számtalan tagcsere volt, melyeket alig lehetett nyomon követni. Első énekesük Zsiga Zoltán volt, ismételten egy záróéles megjegyzésben megemlíteném, hogy tőle alkohol problémái miatt váltak meg, majd Fodor Attila foci kiválásával bevonult katonának, Pataki Attila a Miskolci Egyetem E6-os kollégiumának pincéjeiségébe tartott meghallgatásán dölt el, hogy beválasztják, aki a mai napig az Edda együttesnek a frontembere. Nem sokkal később egy billentyűssel bűvültek Fancsin Zoltán személyében, akit nem sokkal később Deák Ákos váltott. Pataki Attila kivételes személynek számított, aki a zenekarba kerülése után hamarosan húzó ember lett a csapatban, és félbeszakadt sportpályafutása után középtávfutó volt, amit egészségügyi problémái miatt nem folytathatott. Élethivatásának tekintette a zenélés. Az ő biztatására a vidéki zenekarok közül az elsők között megszerezték az Ori vizsgát, de még ekkor is hihetetlennek tűnt, hogy az Edda egyszer országosan ismert zenekar lehet. A záróvizsgákkal az alapító tagok válaszút elé kerültek. A diplomához közeledve világossá vált, hogy nem bírják már a felgyorsult tempót, számukra véget ért az Edda. Beili Katalin az együttes egyetlen női tagja, később rádiós szerkesztő lett. 1974 őszén Halász József Zalaegerszegre költözött, de még előtte átadta Pataki Attilának az zenekar vezetését. A zenekar nevének tulajdonjoga feleségére szállt át, aki ezt később Patakinak adta át, őt pedig levétette. 1977-ig élénk zenész vándorlás volt az együttesben. A zenekar tagjai voltak ebben az időszakban Szepcsik József, dobos, Róna György basszusgitáros és Aranyosi György billentyűs.
Pataki mellett rövid ideig egy másik énekes, Darázs István is tagja volt a csapatnak. Miután Szepcsik József bevonult katonának, a helyére Csapó György került a Reflexből. Csapó volt az akkoriban az egyetlen orivizsgás zenész, ráadásul szintén amatőr dob felszerelésbe játszott, mint Sucu. Szepcsik bevonult, ő is bevonult katonának, majd leszerelt, de nem tért vissza a csapathoz. Évekkel később épp Darázs Istvánnal játszott egy zenekarban, amikor hirtelen meghalt leukémiában. Elődje Halász József szintén rákban hunyt el. 1980-ban az ő emlékére írodott 1985-ben Emlékezni egy régi jó barátra című dal. ben kereste fel Pataki a Budapesten albérletben élő Slamovics Istvánt, akinek épp akkor szűnt meg előző zenekara. Mindkettőjüknek határozott elképzelése volt, új útra lépnek, stílust váltanak, a kemény rock felé fordulnak. Ennek érdekében változtattak a néven is, innentől lettek Eddo művek. A miskolci zenekarokból kiválogatták a legjobb zenészeket, amilyen szuper csapatot hozva ezzel létre. Céljuk az országos siker elérése volt, ennek érdekében emberfeletti teljesítményt produkáltak. A budapesti bemutatkozás először nem volt sikeres, éppen egy piramis koncerttel egy időben léptek fel, így csak ez 178-an látták őket, de a második nekifutásra már teltházas koncertet adtak. Első nagylemezük 1980 májusában jelent meg, amely hatalmas siker lett, platina lemezes lett. A mai napig rendkívül népszerű számai közül több sláger lett, szerepeltek Almási Tamás Ballagás című filmében, a második nagylemezük több száma filmzeneként is szolgált. A Dorogi Rock Fesztiválon forgatták a Pártfogolt című film egyes jeleneteit, melyben az Eddo is kapott szerepet egy koncert betét erejéig. A felállás stabilan volt mondható, bár adottak problémák. Először Barta Alfonz bevonulása katonának okozott problémákat, amit részben úgy hidaltak át, hogy készítettek egy olyan műsort is, ahol a dalokat áthangszerelték a billentyűkről gitárra. Ezután Zselenc László kapott énhüvely gyulladást a kezének túlterhelése miatt, így több mint fél évig korábbi basszusgitáros Róna György helyettesítette őt. Végül Csapó György fiatalkori hátsérülésének szövődményei lehetetlenítették el számára, hogy folytassa a dobalást, a helyére Fortuna László került. Az első nagylemez sikerük után platina turnét tartottak, amelyen fúvósokkal színesítették a hangzásvilágot. Ekkor turnézott velük először többek között Gömöri Zsolt is, aki szaxofonon játszott. 1982-es minden fesztiválra korlátozott példányszámban kiadták a Bad Peter Romer kislemezüket, mely két angol nyelven rögzített felvételt, a Bad és Te Romer, azaz a rossz állapot, illetve a hűtlen tartalmazott. A lemez Magyarországon nem került forgalomba, megjelent egy magyar kislemez is, amely két daluk is helyet kapott, 1-2-3 start, a Micsoda komédia és a Vörös Tigris. 1983-ban a zenekart belülről feszítő ellentétek odáig fajultak, hogy a tagok úgy döntöttek, befejezik a közös zenélést. A szakítás egyik oka az volt, hogy Pataki és Slamovics között nézetkülönbségek voltak a dalokkal kapcsolatosan. Pataki a slágeresebb vonalat szerette volna továbbvinni, amit a közönség is megkedvelt, míg utóbbi keményebb, progresszív rock és heavy metal sajátos üdvözletének tekintető dalokat szeretett volna inkább játszani. Több új szám is írodott ekkoriban, az új stílusban, melyek többnyire leszerepeltek, és csak bootleg koncertfelvételeken maradtak fenn, mert kikoptak a repertoárból. A gondokat tetézte, hogy a harmadik nagylemezük anyagát a lemezgyár visszadobta, és egy szám kivételével a Fekete Élmény, az egészet újra kellett írni. Később ezek a számok Pataki Slamovics lemezen megjelentek. A két zenész között a viszony elmérgesedett, és bár később többször is kibékültek, kapcsolatuk meglehetősen hűvösnek mondható. 1983. december 17-én Miskolcon tartottak egy búcsúkoncertet, melyről lemezfelvételt is készült, ezután ez a felállás már csak két nappal később egy lekötött gyöngyösi koncerten lépett föl. Pataki 1984-ben úgy döntött, hogy újraindítja az Eddát, ehhez legelőször is tapasztalt zenészekkel kiutazott Norvégiába, ahol hónapokon keresztül vendéglátóztak, azaz egy szórakozó helyen zenéltek, slágerzenéket játszottak. A tempó feszített volt, nappal tanultak az új számokat, éjjel játszottak. De a régi Edda két megmaradt tagja, Pataki és Fortuna László itt kezdték el kimunkálni az új hangzást. Eleinte ez egy
billentyűcentrikus, slágeres hangzású zenekar volt. A folyamatosan cserélődő tagság tett hozzá a dalokhoz egy-egy dolgot, mire kimunkálódott minden is. Kezdetben kizárólag Pataki és Fortuna alkották az együttest, így is tüntették fel őket 1985-ös visszatérő koncertlemezen, mely igazából teljesen új számokból állt. A többiek kizárólag mind vendégzenészek szerepeltek, ahogy a hangzás kiforrolt, úgy rögzült, hogy nincs szükség két billentyűsre. Így maradt Gömöri Zsolt, aki azóta is az Edda oszlopos tagja. A gitáros poszt véglegesítése ment a legnehezebben. Az eredetileg is az erre pozícióra kinézett Csillag Endre ugyanis megbízhatatlan volt, és egy időre eltűnt a zenekar környezetéből. Addig pedig több zenészt is kipróbáltak, míg nem ő lett a végleges gitáros. Nem más, mint Mirkovics Gábor lett a basszusgitáros, ő viszonylag stabil pont lett. Mire minden tisztázódott volna, Fortuna egy súlyos betegség miatt egy ideig nem tudott játszani, ezért a helyére új dobost kellett keresni, akit végül Donászi Tiborban találták meg. Ez a felállás két lemezt is, illetve két kislemezt, tehát az Edda művek 6 változóidők, illetve tehát a két kislemez az Edda művek 7. előzetes is lett. Dénagy Lajos, illetve Pataki Attila volt, akik részt vettek ebben. Rögzített, továbbá szokatlan helyszíneken is játszottak, például a Lenin kohászati művek acél szerkezeti csarnokában, vagy éppen a Mária Nostrai börtönben. Terveik között szerepelt, hogy Európában is turnéznak, ez a nyelvi akadályok miatt akkor még meghiúsult. 1987-88-ban ismét változott a felállás, Csillag és Mirkovics is külföldi nőket vettek el feleségül, emiatt először Csillag diszidált, egy átmeneti időszakban a helyére került Alapi Istvánnal játszottak egy színpadon, majd 88 elején Mirkovics is kikerült a zenekarból, a helyére Pető Gábor került. 1990-ben jubileumi koncertet tartottak Miskolcon, ahol fellépett az aktuális felállás mellett a Bakancsos Enta, sőt a legelső felállás is. 1991-ben a gitáros Alapi István és Pető Gábor kiléptek a zenekarból és Kanadába mentek. Állításuk szerint azért hozták meg ezt a döntést, mert ekkor még mindig ideiglenesnek érezték a helyüket, és attól féltek, hogy visszajönnek a régiek. A helyükre Kicska László basszusgitár és Kun Péter szólógitáros került. Kun érkezésével a hangzás is keményedett, ugyanakkor éppen ebben az időszakban vették fel egy unplugged anyagot a Magyar Televízió újonnan indult műsorában. Kun Péter azonban mindössze alig több mint 2 évig volt a zenekar tagja. 1993. július 10-én tisztázatlan körülmények között közúti balesetben vesztette életét, éppen a hagyományos agárdi Edda tábor alatt. Temetése után a zenekar romokban hevert, a folytatást is kétségessé vált a gyász miatt. Végül Alapi István visszatérésével újra stabilizálódott a zenekar, Kun emlékére íródott csak a rendkívüli alkalmakkor felcsendülő lelkünkből. És hogyha már itt vagyunk Kun Péternél, akkor egy rövid kis mondatot hagyj ejtsek meg, hogy mert ugye ha megkérdezzük talán megkérdezzük az Edda tagokat, akkor biztos azt mondanák, hogy Kun Péter az örökös tag. És most egy pár mondatot hagyj említsek meg róla, amikor egy kicsit úgy kigyűjtöttem, hogy hunyt el a gitáros. Annyi az egész, ugye 93. július 8 és 11 között volt Agárdon egy harmadik Edda tábor, és ez Velencében található, és július 10-én hajnalban motorjával Velencén a 7-es főút 47-es kilométernél. Tehát annyit volt, hogy kiszellőzteti a fejét, és meg akart fordulni az úton, de hát ugye testőrt is küldtek mellé, és hát tisztázatlan okok miatt a kocsival halálra gázolta. És ott azóta is emlékmű tiszteleg. Hát eléggé furcsa halál, nem ilyen halált érdemelt volna szerintem, de eléggé érdekes, illetve ahogyan említettem, tisztázatlan. Csak egy kis érdekesség gyanánt, és annyit kell mondani, hogy 25 éves volt. 1996-ban Hetényi Zoltán került Donászi Tibor helyére, azóta a stabil felállás. 1998-ban angol nyelvű albumot dobtak piacra, Fire and Rain. 1999-ben Pataki Attila szóló karrierbe is kezdett, melynek keretén belül a mulatos nótákat, illetve világslágerek magyar feldolgozásait énekelte, melyek miatt sok kritikát, de elismerést is kapott.
A 21. századba lépve a zenekar hangzása is megváltozott némiképp. Hangsúlyos motivum lett az Edda részéről a magyarság tudat, illetve az ősök tisztelete. Ezt a 2003-as örökség, illetve a 2005-ös Isten az úton alapozták meg. Ettől az időtől kezdve lett erősebb pataki politikai szerepvállalása is. A régi hagyomány az 5 évente a klasszikus felállással megrendezett jubileumi koncert is megszűnt, miután a 2000-es kis stadionbeli koncertet követően a régi tagok közül többen sem érezték úgy, hogy megfelelő bánásmódban részesülnek Pataki részéről. 2006-ban a Sláger Rádió támogatásával megjelent a Szerelem hullámhosszán a legnagyobb ballada, legnagyobb Edda balladák újra hangszerelt változatai tartalmazó válogatás album. Körülbelül 5 évig tartó ígérgetés után 2008-ban megjelent az Amíg él nem felejti című első Edda DVD, majd 2009-ben az Átok és áldás című album, eközben Pataki is kiadta a Bor, Sex, Rock and Roll és Lélek című önéletrajzi könyvét. 2010-es években is több kiadványt jelent meg az együttestől, koncertfelvételek, új albumok és a 40. évfordulót is egy nagy koncerttel ünnepelte az együttes. Továbbá 2020-ban Edda Művek Retro néven kizárólag régi számokból álló műsort mutattak be. 2021-ben jelent meg az utolsónak szánt a Hírvívő című nagylemez, de ez nem azt jelenti, hogy új dalokat a továbbiakban nem adnak ki, pusztán csak annyi, hogy nagylemez formátumban már nem. És hát itt tartunk jelenleg, ez volt tehát 1973-tól a mai napig élő Edda művek rövid és tömör története. Hát nem mondanám azt, hogy rövid és tömör, mert azért ez egy kicsit hosszabb volt, mint az összes többi. Úgyhogy nagyon remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket. És hát ugye már nem is kell részleteznem, nem is kell föltennem azt a kérdést, hogy mi történt azóta az Eddával. Továbbra ugyanazt tudnám elmondani, mint az összes többi együttesnél, hogy koncerteznek, de vannak olyanok, akik már nem annyira, és egy kis viccességet is el akarok mondani, de nem hiszem, hogy igaz, de csak az Edda rajongókat akarom megkérdezni, hogy amikor koncertezik a Pataki Attila, akkor UFO-val érkezik egyébként, mert elvileg elrabolták az UFO-k, de ezt nem akarom. Na szóval, hogy ha kéne mondanom, hogy melyik azok a dalok, amiket úgy szeretek az Eddától, vannak dalok egyébként, csak úgy röviden elmondva, hogy miket akarok elmondani. Tehát röviden annyi, hogy a Szellemvilág, hát amit én a videó elén énekeltem, a Kör közepén állok, Álmodtam egy világot, bocsánat, az a videó címe a Kör közepén, akkor az Álmodtam egy világot, amit énekeltem kezdetben, most hát először, az Elhagyom a várost, ami egy nagyon kitűnő dal, illetve hogy Kölyköd voltam, illetve az Őrült, Gyere őrült. És amit még el akarok mondani nektek, hogy csak így röviden, hogy lehet, hogy sokan nem tudják, de volt egy időszak, amikor Pataki Attila, Zámbó Jimmy, illetve Lagzi Lajcsival így hárman járták az országot ilyen mulatósan, ilyen bármilyen zenélésben, hogy volt egy kis rivalizálás Jimmy meg Pataki Attila közt, de azóta azt hiszem, hát azt mondta Pataki Attila, hogy sose voltak a barátok, de amúgy meg, hogyha találkoznak ismét, akkor biztos, hogy rendezik a sorokat, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó gesztus. Az egy interjúból néztem egyébként, egy interjút adott, és így mondta el egyébként Pataki Attila, hogy sose voltak a barátok, de mint zenész úgy jobba voltak egymással, és ennyi. Úgyhogy nagyon remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket ez a mai videó. Ha van nektek kedvenc dalotok az Eddától, azt írjátok le a kommentmezőben. A következő videóban nem tudom, én tudom, hogy melyik együttes lesz a következő videóban, de azt nem akarom elárulni, akkor legyen majd meglepetés. Szóval még egyszer nagyon szépen megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és ne felejtsétek, álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuja előtt, adj erőt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt. Sziasztok!